Én is sok szeretettel köszöntöm a megjelent résztvevőket és azokat is, akik online követnek minket. Én Cseh Barnabás vagyok, jelenleg a Corvinuson tanulok közgazdálkodás és közpolitikát, és az ELTE állam és jogtudományi karán végeztem politológia alapszakot. Én kiváló tanáraim voltak, mint Navracsics Tibor, aki a jobbomon ül, jelenleg is az ELTE AEK-án tanít politológiát, emellett kormánybiztos, korábban európai biztos és miniszterelnök helyettes. Mellettem még jobbra pedig Nyilki Kálmán atya ül, ő bio- és környezeti etikát tanít jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Alapvetően, ahogy az a felvezetésben is hallatszott, a konzervatív gondolatról, konzervatív etikáról és társadalmi morálról fogunk beszélgetni, vagy fog beszélgetni a két beszélgető partner. Az első témafelvezető kérdésem ez lenne, hogy mi a konzervatív gondolatnak az alapja? Mi az, amit meg kellene újítanunk? Tehát mi a konzervatív gondolat? Jó estét kívánok! Biztos mindenkinek más. Én úgy általánosságban azt mondanám, hogy szerintem a konzervatív alapállásnak az alapja az, hogy az ismert dolog jobb, mint az ismeretlen. Ebből adódóan, ameddig lehet, addig az ismertet részesítsük előnyben az ismeretlennel szemben, és az ismeretlenhez csak akkor forduljunk, amikor az ismert már teljesen használhatatlan. Ez az élet minden területén megnyilvánul, ami nem jelenti azt, hogy eleve elzárkózást az ismeretlentől, hanem inkább úgy fogalmazok, egy bizalmatlan viszonyt az ismeretlennel szemben. Különös tekintettel, hogyha ez az ismeretlen egy ember által kitalált újdonság. Ugye, mivel az ember gyarló, a konzervativizmus, vagy a konzervatív attitűd mindig fejben tartja, hogy az ember gyarló, az ember nem tud tökéletes konstrukciót teremteni, ebből adódóan nem bízik az új konstrukciókban. Úgy gondolja, hogy ahogy az angol mondja, better the devil you know, tehát jobb az az ördög, amit már ismerünk, tehát még ha valami fogyatékos is, gyarló is, nem tökéletes, de legalább már tudjuk, hogy mik a hibái, azokat nagyobb becsben kell tartani, mint egy bármilyen csábító, vonzó újat, amit nem tudjuk még, hogy milyen katasztrófákat hozhat magával. Fűzzem itt tovább ezt a szót. Nekem az ismeretlenről az a kép jut eszembe, ahogyan Pál apostol kiáll Athénnek a főterére, és azzal kezdi a beszédét, hogy az ismeretlen Isten szeretné hirdetni így az embereknek, akiknek már azért szenteltek egy kis templomot, bár valószínűleg nem ő volt itt a fő Isten, hanem egyszerűen a futottak még kategóriában volt, és hogy hogyan tudjuk ebből az ismeretlen képből behozni azt, hogy nagyon-nagyon közel kerüljön hozzánk az az érték, amit hordozunk, és ezzel kísérletezik igazából, én azt hiszem, az egész új szövetség is, hogy be tudjuk-e hozni az életünkbe azt az ismeretlen Istent, aki igazából nem is a bennünk lévő Istent akarja megújítani, hanem az Isten képünket szeretné teljesen átalakítani. Tehát, hogy vajon van-e bennünk egy olyan érték, ami tényleg meg tud újulni? És számomra itt ez a fő kérdése annak, hogy én vajon érték megőrző vagyok-e, hogyha pozitívan akarom lefordítani ezt a konzervatív szót, vagy pedig csak egy újdonságot keresek állandóan. És én pont azt láttam, hogy a mai világban viszont nagyon gyakran ezt az újdonságot keresik. Nem tudom, hogy erre milyen gondolatot tudunk itt továbbfűzni. Nekem nagyon tetszik, hogy nyitott, konzervatív kerekasztal beszélgetésnek neveztétek ezt el, mert ezzel valóban tovább tudunk lépni afelé, hogy azokat is, akik ebbe az ismeretlenbe még úgy érzik, hogy nem tudnának belépni, őket is meghívjuk, hogy belépjenek ebbe. Tehát, hogy a konzervativizmus semmiképpen nem egy lezárt dolog, hanem egy olyan valóság, ami meg tud újulni. És hogy mi újulunk meg ebbe így egyre jobban. Én valahogy így közelítenék ehhez a kérdéshez. Nekem egy közbevető kérdésem lenne, itt Kormány biztos úr említette azt, hogy csak akkor hagyjuk el a járt utat, amikor már biztos, hogy nem működik, és nem lehetséges, hogy ezzel az attitűddel elszágul mellettünk a világ, és valahol nagyon messze az út szélén találjuk magunkat. Nem szágul el a világ, mert mi ugyanazok vagyunk, akik voltunk 5000 évvel ezelőtt. És az ember egy antik drámát elővesz, és elolvassa, akkor ugyanazokat az ember típusokat, ugyanazokat a
fogalmazunk így menedzser nyelven, viselkedési stratégiákat látja, olvas. Ettől élvezetes az antik irodalom is, hogy magunkra ismerünk. Ha teljesen más, megváltoztunk volna, ha mi mások lennénk, akkor nem lenne érdekes, miért olvasnánk el, semmi közünk nem lenne hozzá. Épp az adja a feszültségét a mű élvezésének, hogy akár az Odisszeiába is ráismerünk azokra az emberekre, akik szemben ülnek velünk a villamoson, vagy éppen jönnek, vagy akiben éppen szerelmesek vagyunk, vagy akiből éppen kiábrándultunk. De az ember nem száguldott el a világ mellettünk, a technikai feltételek változtak, ez viszont nem kérdőjelezi meg, a konzervatívus, hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy nem nyitott a változásra. Azt jelenti, hogy amikor változtatni kell, akkor a felhalmozott tapasztalatoknak és a kultúrának elsőbséget biztosít az a priori észkonstrukciókkal szemben. Tehát a legtökéletesebb példája ennek a felvilágosodáshoz való viszony, illetve a politika története a felvilágosodás és elsősorban a francia forradalom óta, hiszen ott tökéletesen megfigyelhető, hogy a franciák gyakorlatilag azóta is mással nem kísérleteznek, mint hogy kitaláljanak az ember számára optimális politikai konstrukciót. És mi lett az eredménye? 5 köztársaság, 2 császárság, 2 királyság és 1 autoriter, ugye Petenféle autoriter berendezkedés ez alatt a hány év alatt? 240 év alatt mondjuk. Ami azt jelenti, hogy ez 10 politikai rendszer jelent 240 év alatt. Azt mutatja, hogy az észnek elsőbséget biztosító francia politikai fejlődés emberöltönként változtatja meg teljesen magát. Vagyis nem sikerült az észnek kitalálni azt a konstrukciót. Ezzel szemben ugye hagyományosan a brit fejlődésnek tulajdonítjuk a klasszikus konzervatív fejlődést. Valójában furcsa módon az amerikai sokkal inkább azt testesíti meg ugye a világ legrégebben hatályban lévő alkotmányával és az arra ahhoz hozzátapadó politikai gyakorlatokkal és rugalmassággal, ahol pedig gyakorlatilag ugyanaz az alkotmányos konstrukció létezik, ugyancsak 240 éve, tehát ugyanabban a politikai rendszerben élnek. Ők nem akartak kitalálni semmi különöset, ők nem akartak megalkotni semmit tökéleteset, egész egyszerűen a 18. századi brit politikai berendezkedés másolták le a maguk részére azzal, hogy a király helyett elnököt tettek, tehát nem öröklődik, hanem választják, és egyébként pedig hagyják az embereket élni. Azt mondta, hogy klasszikus konzervatív attitűd, még akkor is, hogy az amerikai politikára ma nagyon kevéssé mondható, hogy klasszikus konzervatív politika. De itt, hogyha párhuzamosan futtatjuk a két történetet, akkor nagyon jól lehet érezni, hogy mi a különbség a felvilágosult, észvezérelt, fogalmazunk úgy, hogy az antropológiailag optimista politika, tehát ami mindig azt mondja, hogy már pedig mi kitaláljuk, hogy mi lesz jó az emberek pedig, ha beledöglenek, akkor is boldogok lesznek. Illetve a másik, amelyik pedig tökéletesen fejben tartja azt, hogy nem tudunk tökéletes konstrukciót létrehozni, a mi eszközkészletünkből kell gazdálkodni, mindig lesznek problémák, mindig lesznek bajok, ezeknek jelentős része megszüntethetetlen, de ebből adódóan törekedni kell arra, hogy megszüntessük, úgy nem fog sikerülni, de azzal jobb megoldásokat érhetünk el. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én azt hiszem, biztos van olyan konzervatív is, aki lóháton jár, és nem tudom én, pennával ír, és nem tudom, mécsessel világít, de szerintem a konzervatív attitűnek nem ez az alapvető jellemzője, hanem a földi vagy evilági berendezkedésben az organikus fejlődés, vagy organikus alakulás, és nem pedig az észbeli konstrukciók. Mielőtt Kálmán Atyaragán még egy kérdést hozzátoldanék ehhez az eddigihez. Ugye az ön munkáltatója, ha úgy veszük, egy 2000 éves szervezet, tehát ott tényleg nehéz néha lépést tartani azzal, hogy mi történik a technikai fejlődéssel, vagy akár a felvilágosultsággal. Ezt hogyan ugorja meg az egyház? Hogyan oldja meg ezeket a kalibrálási kérdéseket a jelenkorhoz? Én azt hiszem, hogy a katolikus egyház, amikor olyan intézményeket hoz létre, mint például az információs technológiai kar, ahol a bionikával foglalkoznak, ahol az információs technológia tudományával foglalkoznak, akkor nagyon látszik, hogy azért ott van ma is a világnak az ütőerén a keze.
és nagyon keressük azt, hogy ezekbe a kutatásokba, amik majd folynak a világba, abba hogyan tudjuk belevinni azt a gondolatot, hogy létezik jó és rossz. Ugye ez egy alapvető kérdés, és talán egy alapvető paradigma, mondhatnám azt is így reflektálva, hogy ez a dráma a mai világban, hogy vajon ki lehet-e mondani valamiről, hogy jó vagy rossz. Egyáltalán erről beszélhetünk-e? Vagy már ha fölteszem ezt a kérdést, akkor én már is ókonzervatívnak tűnök, hogy képzelem, hogy arra gondolok, hogy ma még lehet valamire azt mondani, hogy rossz, hát ezt nem mindenki maga dönti el. De azért valahol azt hiszem, hogy a közösségeknek van ebbe beleszólása, hogy abban a közösségben legalább amiben vagyunk, abban mi tudjunk erről nyilatkozni világosan, hogy mit tekintek jónak és rossznak. És az alapvető különbség talán ott van az emberek között, amikor valaki azt mondja, hogy igen, én elhiszem, hogy létezik olyan, hogy jó és rossz, vagy azt mondom, hogy ez egyáltalán nem létezik. És itt ez egy óriási dráma, amiben itt belépünk, mert ebből egy konfliktus fakad föl. De talán éppen ezért lesz izgalmas. És azt hiszem, hogy az lehet a nagy problémája pont a konzervativizmusnak, mint kifejezésnek, vagy mint gondolatnak, hogyha azt mondjuk, hogy mi nem megyünk bele ebbe a drámába, hogy nem engedjük meg azt, hogy legyen konfliktus. És akkor tényleg beleragadunk valami olyasmibe, ami régi, ami avit, ami lehet, hogy szinonima most ugye a számítógépen a konzervativizmusnak, ahogyan előtte arról így beszélgettünk, de valójában meg vagyunk hívva arra, hogy ténylegesen a mai világnak a problémáival is itt szembenézzünk. Hogy abban mi a jó és mi a rossz. És merre felé induljunk. Tehát reflektálva még egy kicsit arra is, ami itt az előbb elhangzott, hogy igen, valóban nem az ész fogja meghozni számunkra majd ebben a kérdéskörben a megváltást, hanem én azt gondolom, hogy nagyon is a szív. És ez pedig nagyon közel áll, azt hiszem, a mai világnak a gondolkodásához, mert hiszen az emberek, azok alapvetően sokkal inkább azt keresik, amit szívesen csinálnak. De, ahogyan valaki mondta, hogy ugye a legnagyobb távolság az pont ez a 30-40 cm, ami a szívünk és az agyunk között van, hogy ezt hogyan tudjuk összekötni. És valahol ez lenne majd talán a megoldás is, hogyha ez a kettő, ez itt így egyé tudna válni így az életünkbe. És akkor lehet, hogy egy teljesen más dimenziója lenne akár a politikának is, én itt, ahogy itt hallgattam, itt egy kicsit úgy éreztem én is, mintha visszaülnék az egyetemi padban, olyan jó volt hallgatni tényleg a politika tudományát, mert hogy ennek tudománya van. És milyen jó lenne, hogyha ténylegesen vissza tudnánk térni a közbeszédben is arra, hogy igen, közelítsük meg a tudomány oldaláról ezt a kérdést, és fogadjuk el, hogy vannak itt nagyon komoly, különböző, akár egymásnak feszülő nézőpontok. És ezekből mindenki tudja eldönteni, hogy akkor neki tényleg mi a jó és mi a rossz. Mi az, ami az ő életét előre fogja vinni. Tehát, hogy hogyan tudjuk ebbe bevinni a személyt. És a mi saját személyünket is, és az embernek a személye lehessen itt a középpontban. Az teljesen megváltoztatná, azt hiszem, a politikai gondolkodást, hogyha tényleg úgy tudnánk ránézni az emberre, mint a személyre. De az iparosodás az pont azt a problémát hozta, hogy az emberre, mint tárgyra tekintenek, akit ki lehet használni, sőt, az egyetlen értéke az embernek az, hogyha ő valamit olyat tud termelni, amit a többi nem, és akkor ezt már így gépesítettük az embert, és akkor most ott tartunk, hogy akkor most le is cseréljük gépekre szinte teljesen. Vajon hogyan tudjuk visszahozni azt, hogy az ember az tényleg még egy olyan fontos kormányzati tényező legyen, amely képes felülírni mindenfajta gazdasági érdeket is. Ez egy óriási meghívás, azt hiszem, a mai világunknak. Ugye az emberhez kapcsolódóan az ember egy individuum, tehát létezhetnek ideák, meg nagy politikai mozgalmak, mindig is egy ember egy valamit fog gondolni. És így visszatérve a konzervatív alapgondolathoz, van olyan, amikor egy emberre azt mondjuk, hogy akkor ő konzervatív, ő pedig nem konzervatív. Tehát, hogy van ilyen választó vonal a kettő között, vagy a sok között? Én bevallom, hogy én a magam részéről egy kicsit meghaladottnak látom ezt a paradigmát, hogy konzervatív vagy liberális. És azt hiszem, hogy itt a fő kérdést azt inkább úgy tenném föl, hogy,
hogy emberközpontú, vagy nem emberközpontú. És akkor nagyon fogok örülni neki, hogyha az emberközpontú mögé beáll bárki, aki magát még nem tudja konzervatívnak definiálni, de fölismeri, hogy itt egy olyan érték van, amit ha nem őrzünk meg, akkor semmit sem őrzünk meg. Ugyanakkor valahol el kell gondolkoznunk azon, hogy meddig tartható az, hogy az ember az tényleg tökéletesen felsőbbrendű. Hogy biztos, hogy ő tudja eldönteni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És ugye itt említette, hogy itt 5000 éve vagy ki tudja mióta az ember tényleg nagyon hasonló, és nem változtunk igazából, csak a környezet, az, hogy most ilyen profi kamerák előtt ülünk, és mikrofonba beszélünk, de valójában az ember az ugyanaz. És hogyha ezt így átgondoljuk ezeket az alapkérdéseket, hogy akkor az ember tud-e tényleg tudója lenni jónak és rossznak? Vagy van valami olyan közös kincsünk akár, amelyikből ezt kimeríthetjük? És látjuk azt, hogy ez egy biztos támasz lehet számunkra. Ugye a keresztényeket azért gyakran szokták azt mondani, hogy hát mi azért tényleg konzervatívak vagyunk, mert nem vagyunk hajlandóak változtatni bizonyos tényeken, például a Szentírás, ez egy alapvető változtathatatlannak tűnő valóság számunkra. Na de hát azt mennyire magyarázzuk? És rájövünk, hogy az elmúlt 2000 év alatt is annyi réteg rakódott rá, hogy győzzük azt így leporolni, és keresni azt, hogy mi volt itt az eredeti szó. És mi az, ami tényleg meg tud bennünket teljesen változtatni, és egy olyan értéket hoz ki ebből, ami tényleg képes lehet meghaladni ezt a paradigmát, és lehet egy új közös nevező szerintem. Tegyük hozzá úgy, hogy Jézus Krisztus politikai értelemben forradalmár volt, hiszen egy olyan politikai közösség koncepciót hozott be, ami alapjában forgatta fel az akkori világot, és ugye a kiválasztott nép nem etnikai kategória, és nem is vallási kategóriává tette, és nem etnikai kategóriává, tehát kinyitotta gyakorlatilag azt a politikai közösséget, ami mind a mai napig a kereszténységnek a hihetetlen vitalitását eredményezi. Tehát a kereszténységet úgy párosítják a konzervativizmussal, hogy annak idején valójában egy forradalmi jelentőségű, vagy mindent alapjaiban megváltoztató és új fénybe helyező jelentőségű jelenségből és mozgalomból indult, megint csak azért a szó eredeti értelmének olyan revolúciót hozzon létre, tehát hogy visszatérjen az eredetekhez. És én is egyetértek, tehát szerintem az ilyen konzervatív meg liberális az azoknak az embereknek kell az önmeghatározásra, akik nem bírják elviselni, hogy mások rásütik a különböző bélyegeket, és úgy vélik, hogy ez nem lesz azonos az ő ízlésükkel. De amikor azt mondom, hogy én konzervatív vagyok, vagy én liberális vagyok, az nekem mindig gyanús, mert tehát ugye az állandó kérdés, hogy szeretheti a konzervatív a kortárs művészetet? Lehet-e a liberális monogám? Nem tudom. Tehát mindezek a kategóriák, amik az olyan területekre terjesztik ki ezeket a fogalmakat, amik értelmezhetetlenné teszik. Politikailag létezik, ugyanúgy, mint a jobb és bal, sose tudja senki se definiálni, hogy mit jelent a jobb oldal és mit jelent a bal oldal, de az emberek számára, akik csak érintőlegesen érdeklődnek a politika iránt, számukra orientációs pontot jelent. Minél inkább érdeklődik valaki a politika iránt, annál kevésbé bír jelentéssel a jobb és bal, mert annál kevésbé tudja elhelyezni, mit jelent Dániában jobboldalinak lenni, és mit jelent Magyarországon baloldalinak lenni. Tehát, és egy dán baloldali, és egy magyar baloldali, vagy egy dán jobboldali, és egy magyar jobboldali összehasonlítható-e, vagy nem. De kétségtelen, hogy annak ellenére, hogy ennek valójában nincsen jelentése, és azt mondjuk, hogy már meghaladtuk, ennek ellenére mégis valami rendező hatása van, valami orientáló hatása van. Emberek meg tudnák enni egymást az országgyűlésben, hogy ki a liberális és ki a konzervatív. Vagy ami ezeknek az estéknek az eredetét is jelenti. Ugye valaki szükségesnek érezte, hogy a konzervativizmust mintegy definiáljuk újjá, hogy vonzóvá váljon a fiataloknak, mert hogy a konzervativizmus állítólag nem vonzó a fiataloknak. Én nem tudom, konzervatívus volt-e valaha vonzó a fiataloknak, mert gyanítom, hogy a fiatalok jelentős része teljesen más mezőben gondolkozik, mint a konzervatív liberális, tehát valóban így van. De attól függetlenül ennek van hatása, és ilyen értelemben a hétköznapi életben is, és a politikában is mondhatjuk azt, hogy ennek már nincsen jelentése, de látjuk, hogy van annak ellenére, hogy
az egyik legtökéletesebb példája, hogy hogyan tud egy ideológia, vagy egy gondolatrendszer átöltözni, újjáöltözni, az a nacionalizmus, ami a II. Világháború után, a II. Világháború tapasztalatainak a fényében gyakorlatilag vállalhatatlan volt. Tehát nem lehetett nacionalista valaki. Ma pedig azt látom, hogy már kezd a nacionalizmus az egy ilyen nagyon pozitív kezd lenni. Aki igazán jobboldali, az nacionalista. Holott, ha visszamegyünk 150 évvel, akkor meg azt látjuk, hogy például a magyar konzervatívok, amikor a liberálisok voltak kőnacionalisták, akkor a magyar konzervatívok anacionalisták voltak, nem tudtak mit kezdeni a nacionalizmussal, azt mondták pontosan ennek egyébként, hogy ne tipizáljuk az embereket. Tehát emberek vannak, egyéniségek vannak, és ők pontosan megérezték azt, hogy mi lesz a történelmi magyar királysággal, a történelmi Magyarországgal, ha elkezdünk nacionalisták lenni, ami aztán lett is belőle. Tehát ez így nagyon nehéz szerintem ezeket az ideológiákat ráhúzni így a hétköznapi életre, mégis valamilyen varázslat folytán ezek az emberek számára önazonosítási pontokként működnek. Hát akkor igazából szinte értelmetlenek lesznek a következő kérdéseim. Ugye ezekről az értelmezési keretekről és politikai ideológiákról szeretnék kérdezni. És Jézus Krisztusnak a forradalmi szerepére visszatérve, itt beszélgettem az atyával az előadás előtt, hogy a katolikus egyháznak a 20. század elején inkább egy ilyen keresztény-szocialista politikai megnyilvánulása volt. Hogyha most azt mondjuk, hogy valaki szocialista, az nem biztos, ráadásul az egyház szocialista, nem biztos, hogy a legjobban összeegyeztethető az emberek fejében a konzervatív gondolattal. És hogy kell ezt látni, vagy hogy kell ezt érteni, hogy szocialista volt az egyház, vagy lehet ilyet mondani egyáltalán, hogy szocialista vagy konzervatív, ugye visszatérve az előző dilemmához, és most már nem szocialista az egyház, vagy már meghaladta azokat a gondolatokat, vagy volt valaha szocialista? Igazából én pont azt tapasztalom, hogy legalábbis ami a katolikus egyházat illeti, ahova én magam is tartozom, egy óriási nyitottságot mutatna itt az utóbbi évszázadban, talán így mondhatom, aminek a II. Vatikáni zsinat is egy eredménye volt, illetőleg olyan konkrét pontokon képeződik ez le, mint például a liturgia, ami egy nagyon-nagyon kötött valóság. És azt olvassuk például a Mise könyvnek a szabályai között, hogy ha valaki másnak van egy ilyen miséje, például egy nászmise, ugye, ami gyakran így előfordul, hogyha valaki házasságot köt a katolikus egyházba, akkor velük ezt meg kell beszélni, és át kell beszélni velük azt, hogy mi legyen benne. És azt hiszem, hogy valahol egy ilyen világra vágyunk most is, és talán a politikában is, ugye, az egyház az teljesen leadta igazából a hatalmat. És egyáltalán nem azonos most már, tehát a tekintélye azzal, hogy neki micsoda hatalma van. Legalábbis politikai értelemben azt kell mondjuk, hogy az egyháznak ténylegesen nincs hatalma, és azt gondolom, hogy ez így nagyon jó. Mert így tudjuk szabadon mondani azt, hogy igen, szüksége van az embereknek ma arra, hogy egy kicsit belegyenek ebbe vonva. És hogy ezt a bevonódást, ezt hogy tudjuk elérni, ez egy óriási kérdés, mert itt nem úgy kell ezt elérjük, hogy akkor egy tömegember lesz belőle, mint amit például akár a nacionalizmus tesz, hogy akkor te ilyen vagy akár adott esetben a különböző zenei irányzatok is néha erre törekszenek, hogy az emberek azok ilyen egy kaptafára menjenek, akik őket követik, hanem pont azt szeretnénk, hogy az emberek bele tudják hozni saját magukat ebbe. És ezt tudom, hogy ez egy radikálisan új képnek tűnik akár az egyházról, de pontosan ez lenne a világiaknak a felelőssége, hogy nem mi papok fogunk majd így politizálni, és én nyilván nem sorolnám magamat így se jobb, se bal oldalra ebben a kérdéskörben, de azt kérjük az emberektől, hogy a saját hitbeni meggyőződésüket vigyék benne a politikába is. És hogy szüntessük meg azt a hasadást, hogy azt, amit én megélek belül, azt nem élhetem meg a társadalomban. Tehát ha az én életemnek a középpontjában tényleg Jézus Krisztus van, akkor az egy kérdés, hogy tudom ezt bevinni, mint egy közjót a többieknek az életébe is. De hát ez egy óriási meghívás, mert hiszen rögtön azt gondolják, hogy hát akkor ő tekintélye jön. De ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus nem fogadta el a földi koronát. Amikor őt meg akarták koronázni, akkor ő visszahúzódott, és azt mondta,
hogy tartsátok föl a népet, én elmegyek imádkozni. És valahol, valahol ugyanakkor azt szerette volna, hogyha megújult volna minden. De nem a politikai rendszert akarta ő itt így megsemmisíteni, amit vártak volna tőle, hogy akkor legyen egy politikai messiás. Azt mondta, az nem. De az embereknek ténylegesen egy olyan megváltást hozott, amitől tényleg minden megváltozott. És a jó az egy kivitelezhető valóság lett, de nem azért, mert az ember a saját erejéből tette ezt meg, hanem azért, mert, és itt most Pünköst közelettével talán ezt így megemlíthetem, hogy az ő szent lelkét adta oda. És ez a tekintély, ez igazából egyfajta karizmatikus tekintélyé is vált, és azt hiszem azért ez ma is az egész világban is érzékelhető, hogyha valakinek van valami olyan karizmája, amivel ki tud állni a többiek elé, akkor sokan azt mondják, hú, akkor mi téged követünk. De hogy ezt kérhetjük is tényleg, hogy, hogy egy olyan karizmát kapjunk, amivel tudjuk vezetni a többieket egy olyan világban, ahol minden bizonytalanná vált, mert tényleg nincsenek biztos kapaszkodók. És tudjuk azt mondani, hogy de mi tudunk nektek egy olyan utat mutatni, ami ebből kivezet. De ehhez nektek is hozzá kell tennetek a saját részeteket. És hogy ezt most mi tegezve mondjuk, vagy magázva mondjuk, igen, ez már egy, ez egy komoly kérdés, de hogy hogyan tudom bevonni ebbe az embereket, ez, azt hiszem ez az egész kultúránknak egy óriási kérdése, mert az a kultúra fog győzedelmeskedni hosszabb távon, amelyikben az emberek bevonódnak. Illetve, hogy akarnak az emberek bevonódni? Mert legalább akkora problémát érzek a kelet-európai társadalmaknál abban is, hogy egyedül könnyebb lenni zsigerileg, mint közösségben. Tehát ha közösségben vagyok, akkor mindig már valami plusz energiát kell kifejtenem. Vagy alkalmazkodnom kell, vagy gondoskodnom kell, vagy vezetnem kell, vagy valamit kell csinálnom, míg ha egyedül vagyok, otthon ülök a konyhába és iszom a pálinkát, az égvilágon semmit nem kell ezt tennem. És én attól tartok, hogy a kelet-európai társadalmak éppen a szocializmus hatásaként, ami ugye gyakorlatilag minden szétdarabolt, minden a hagyományos életmódot, a hagyományos társadalmi csoportokat, a hagyományos életformákat, a hagyományos identitásokat, és helyette mesterséges közösségeket hozott létre, ide lökte az embereket. Tehát ami az igazi, a demokráciának is, vagy a politikai intézményrendszernek és az egyháznak is az alapvető kihívás, vagy problémája az, hogy hogyan tudja bevonni az apatikus embereket, akik úgy apatikusak, cinikusak, nihilisták, akik úgy gondolják, hogy ugyan már hát itt semminek nincsen értelme, mert mindig soha nem változik semmi, semmi nem lesz jobb, és a többi, és a többi. Köszönöm szépen a válaszokat. Egy utolsó témát talán még behozok röviden. Ez a zöld politikai irány lenne. Itt már korábban elhangzott az ökológiai katasztrófa szó, elhangzott az, hogy magunkra, emberekre teremtményként gondolni, és a természetvédelem és a teremtésvédelem az ezek alapján egy konzervatívnak mondható gondolat, egy konzerváló jelenség, viszont a zöld politikai irány Európában, ha ezeket a kategóriákat megtartjuk, akkor nem a hagyományos, tipikus, konzervatív értékrendbe sorolható be, hanem egy teljesen új konglomerátumként jelentkezik. Mit tehet a konzervatív oldal, hogy ezt a témát valahogy úgy visszahúzza magához, vagy kell egyáltalán tennie valamit, hogy visszahúzza magához, vagy örülnie kell neki, hogy ezzel valaki foglalkozik? Kell-e új szempontokat behozni, mint a teremtésvédelem például a természetvédelembe? Egy kicsit most így megszólítva érzem magamat, hogy ez a teremtésvédelem szó, ez önmagában is nagyon szép, de hadd idézek egy nem annyira keresztény oldalról való megközelítést, Attenborough-t, akinek a filmjeit talán így mindannyian láttuk, és aki azt tűzte a zászlajára, hogy vissza kell vadítanunk a világot. És talán mindannyiunk előtt ott van az a kép, amikor ugye Csernobilnak a beton rengetegei között ott élnek újra vadállatok. És persze nem arra vágyunk, azt hiszem, hogy ez Budapesten is ugyanez legyen, itt így 30 év múlva, és embernek se híre, se hamva ne legyen, csak a vadállatok jöjjenek vissza. De valahol megérthetjük azt, hogy ha nem változtatunk a magatartásunkon, és itt a fogyasztói alap magatartás, azt hiszem az, amit át kellene nagyon gondolni mindenkinek, akkor a vége az katasztrófa lehet.
És hogy ezt hogyan tudjuk megfordítani? Ez szinte lehetetlennek tűnik, úgy legyünk őszinték, mert annyira rá vagyunk állva arra, hogy itt tényleg inkább individuumok legyenek, és akkor ők ugye többet fogyasztanak, az egyre jobb lesz, legyenek egyedül, mindenki csak a televízión keresztül. De most érezzük, hogy micsoda kincs az, hogy egy picit is együtt lehetünk. És hogy ez már egyfajta visszavadítás igazából, hogy mi vállaljuk azt, hogy a vadvírus törzsekkel megküzdünk itt, és azt mondjuk, hogy igen, elegendő lesz az is, ha csak 70-80%-os a biztonságunk a beoltottság következtében. De vajon ténylegesen akarjuk-e azt, hogy visszavadítsuk a világot, és fölismerik azt, hogy milyen eredeti mozgató rugók vannak az emberben, amitől közösségiek leszünk. És akkor azt hiszem, újra visszatalálunk majd egymáshoz, és én a magam részéről arról is meg vagyok győződve, hogy akkor Istenhez is visszatalálunk. Igen, hát azt hiszem, hogy ami miatt baloldali most, a baloldali áramlat uralkodik a zöld gondolkodásban, az pontosan az, ami miatt 100 évvel ezelőtt a szociális gondolkodásban is a baloldali áramlat uralkodott, hogy a baloldal nem okozza azt a kényelmetlenséget az embernek, hogy úgy gondolja, hogy Istenben hinni kell ahhoz, hogy tökéletes életet éljen, hanem a baloldal azt mondja, hogy ha nem ilyen szappant veszel, hanem olyan szappant, ha nem ilyen papírt veszel, hanem olyan papírt, ha nem ilyen ételt teszel, hanem olyan ételt, akkor valójában meg van mentve a világ. És ugyanez volt 100 évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy ha a szakszervezetekre bízzuk, meg a szociáldemokrata pártokra bízzuk a jövőt, akkor meg van mentve az emberiség, mert akkor mindenki szociális lesz, és minden megvalósul. Tehát a baloldal az ugye mindig azt csinálja, hogy a kereszténység egy-egy értékét lehozza a földre, és azt mondja, hogy ez igenis itt megvalósítható, tehát itt most akkor ez anyaggal leírható, és a materiális valóságban megtörténhet, bármilyen szellemi dologról is legyen szó. És ez egy olyan előny a politikai kommunikációban, amivel azért nehéz versenyezni. Tehát a transzcendens dimenzióról beszélni a politikai kommunikációban, mi közben mások meg azt mondjuk, de emelni kéne a minimálbért, mert akkor kevesebb szegény lesz, vagy be kéne falazni a gyárkéményeket, és akkor kevesebb káros anyagkibocsátás lesz. Hát igen, ez valóban így van, egy rétege ennek ez is az. De attól függetlenül szerintem pontosan ugyanúgy, ahogyan a szociális problémát sem oldotta meg a baloldal, ugyanúgy magát a teremtésvédelmet, az ökológiai problémákat sem fogja egymagában megoldani. Általában egyik oldal sem tudja önmagában megoldani. Szerintem a politika egyik nagy tanulsága, amit persze a jelenkorban sosem fedezünk föl, de egyszer majd lehet, hogy rájönnek, hogy ahogy az embernek van egy jobb és baloldala, ugyanúgy a politikának is van egy jobb és baloldala, és a kettő együtt adja vissza az emberi lét teljességét. Vitatkozhatunk egymással, meg győzködhetjük egymást, de mindig is lesznek jobboldaliak, és mindig is lesznek baloldaliak, és mind a kettő világlátásnak megvan a maga relevanciája bizonyos területeken. Tehát ami felé szerintem a teremtésvédelemben is kellene menni, az megtalálni azokat a közös pontokat, ahol kiegészíteni tudja egymást a két szemlélet. Mert valóban sokszor van úgy, hogy egy aktivista csak a helyi közösségeket, csak a helyi környezetet néző, hétköznapi, nem tudom én, gyakorlati ember legalább olyan releváns meglátásokat tud elmondani, mint egy elméleti ember. Ezeket kellene valahogyan szerintem, ha összebékíteni nem is lehet, de legalábbis beszélő viszonyba hozni, hiszen ez a vitának a lényege. A vitának nem az a lényege az emberi kultúrában, hogy meggyőzzük egymást. Szerintem a viták 99%-a nem azzal zárul, hogy a felek meggyőzték egymást totálisan a másik álláspontjáról, de kiszélesítik a saját gondolkodásukat, ütköztetik a nézeteket, és rájönnek, hogy valóban így is lehet látni a dolgot. Én attól függetlenül nem biztos, hogy így látom, vagy adott esetben megengedőbb leszek az iránt a nézetiránt. Vagy amikor legközelebb egy ilyen dologról gondolkozom, akkor már ezt a szempontot is számításba veszem. Tehát a vita, az ellentétes nézetűek közötti vita, az nem egy terméketlen konfliktus, hanem kifejezetten személyiségfejlődést eredményező tevékenység, és szerintem itt is ezt kell folytatni.
Ebben egyébként a politikának, az egyháznak, a civil életnek is megvannak a maga nemes hagyományai, a nemtelen hagyományai is, ez most egy kicsit nekem dominánsabbnak tűnik, de hát hátha egyszer majd jön jobb időszak is. Szerintem ez egy méltózáró gondolat volt a beszélgetés első blokkjához, és egy pár kérdés erejéig én kinyitnám a kört a hallgatóság felé, hogyha valaki szeretne kérdést feltenni, az megteheti.